A magyar csapat Karakas Hedvig bronzérmének örülhetett a marrakesi Cselgáncs Grand Prix első napján. A nemzetközi nőnapon tartott versenyen Amandine Bouchard-Nordmeyer nyújtotta a legfigyelemre méltóbb teljesítményt az 52 kg alatti kategóriában. A világ első, miután végigverte a mezőnyt, a döntőben barátjával és nagy riválisával, Anna Perez bokszal találkozott. A francia sportoló ezt a meccset is ipponnal nyerte, egy nagyszerű kataguruma dobást mutatott be ellenfelén. Barátságukon azonban nem esett csorba. Igen, ő nagyon jó barátom. A riói olimpián nem vehettem részt, és az idő alatt Spanyolországban edzettem vele, mesélte az aranyérmes judoka a mérkőzés után. Jó és erős a barátságunk. Mielőtt idejöttem, megint Spanyolországba utaztam, és megbeszéltük, hogy egymás ellen szeretnénk vívni a döntőt. Ez össze is jött. Nagyon érzelmes volt, olyan ő számomra, mintha családtagok lennénk. Óriási családom van Spanyolországban. Nagyon boldog voltam a meccs végén. Mindketten örültünk, hogy együtt szerepeltünk a döntőben, és hogy érmet szereztünk. Sőt, mindketten olimpiai kvalifikációs pontokat is gyűjtöttünk. Meglátjuk, mit hoz a következő verseny, a következő év, de egyelőre jól alakulnak a dolgok. A nap férfi versenyzője az üzbék Sharafuddin Lutfillajev volt, aki egy hatalmas csípődobással verte az ukrán Artem Lesjukot a 60 kg alattiak döntőjében. A nők 48 kg alatti súlycsoportjában a spanyol Julia Figueroa jelentős magasságbeli fölényét kihasználva bizonyult a legjobbnak. Aranyérmét a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség elnökétől, Marius Vizertől vehette át. A férfiak 66 kg alatti kategóriájában is üzbék győzelem született. Szárdor Nurillajev a regnáló Afrika bajnokot, Mohamed Abdelmavgudot verte a döntőben egy karfeszítéssel, amelyből az egyiptomi versenyző nem tudott kiszabadulni. Díjátadó ünnepségükön Nasser Al-Tamemi, a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség pénzügyi vezetője volt a díszvendég. Karakas Hedvig súlycsoportjában az 57 kg alatti nőknél a tajvani Lien Chen Ling szerezte meg az aranyérmet. A nap dobását az izraeli Geffen Primo mutatta be. Nagyszerű oszatogari lábsöprése egyből ippont ért a német Natalie Rouvière ellen, és bronzéremhez juttatta a fiatal tehetséget.